Sziasztok! Nagyon hangulatos a szabadbaci kis szalonnasütés nyárson, ezért most elmesélünk hozzá egy-két praktikát. Ezső bátyám, milyen szalonnát javasolsz a sütéshez? Én mindenképpen csak füstölt szalonnát javaslok, és ugye a füstölt szalonna az is, hogy bőrös legyen. Így könnyebben tudjuk sütni. Hogy készítjük elő, ugye? Hogyha ugye gyorsan meg akarjuk sütni, akkor kisebb darabokat vágunk, úgy előbb át tudjuk sütni. Ezső bátyám, beszélgettünk az előbb, hogy melyik szalonna alkalmasabb. Ugye te azt mondtad, hogy ez a zsírosabb szalonna alkalmasabb a sütésre. Én meg erre szavaztam, a húsosabbra, mert a hús jobban összetartja, nem fog lecsúszni a nyársról. Ezső bátyám, te írdalod a szalonnát, vagy nem írdalod be? Beírdalom minden esetre. Hát ezt most egy kicsit kisebb darabra vágjuk, így, és akkor így szépen meg tudjuk sütni. Jó. Most felszeretem én is, hogy én szoktam csinálni otthon. Én ugye a húsosabbat választom mindenképpen, és vékonyabbra szeretelem, nem olyan vastagra. Hamarabb tudunk enni belőle. Hát ebből még hamarabb, az biztos. És én nem írdalom be, hogy nem vagdosom be. Én így szoktam csinálni. Jó, ez is nagyszerű megoldás. Mert biztos, hogy finom lesz mindenki. Ide készültünk a szalonnasütéshez. Előkészítettük magunknak a alapanyagot. És akkor fölfűzzük a nyársra. És szép lassan elkezdjük ugye parás fölött sütögetni. Jó, hogy fűzitek? Én az elejénél behúzom, hasonlóképpen, mint te, de a végénél megint így, és én rakjuk egy fej hagymát is a szalon elé, mert én úgy gondolom, hogy miközben sütjük ezt a szalonát, én nem kenyérre szoktam csöpögtetni a zsírját, hanem megfordítom, és ezt a szalonazsírt belecsöpögtetem a hagymába, és ahogy megsül, átjárja a hagymát a szalonazsír, és egy nagyon finom, kellemes sült hagyma lesz belőle, ami szerintem tökéletes a szalona mellé. Ti meddig szoktátok a szalonát sütni? Amikor nem csöpök belőle a zsír, akkor biztos, hogy kész van a sütés. Jó, te is teljesen szárazra sütöd? Mikor már csak tényleg gyengén csöpög, ritkán kell tenyérhez tennem, de még csöpögjön, akkor szoktam elvenni tőle. Elkészült a szalonnánk, megsütöttük ki, hogy szereti. Van, aki ropogósabbra, van, aki kicsit szaftosabbra. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek. Jó étvágyat!